pontosat. Híradónk vendége Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Noha, most volt egy világbajnokság, igazából nem is azzal foglalkoztak itt az emberek, hogy meg a szurkolók, meg a sport barátjai, hogy milyen eredményeket értek el a magyar versenyzők, két hölgy és egy úriember, hanem azt megelőző, illetve az azt körbevevő eseményekkel kezdtek el foglalkozni. Ez mennyire rázott meg téged, mint elnököt, hogy tulajdonképpen egy világbajnokság, és a világbajnokság előtt már ilyen mellékzöngék vannak? Szerintem ez egyáltalán nem jó a sportnak, nem jó a súlyemelésnek, de nem jó a magyar sportnak sem. Szerintem ezek az esetek, amik szerintem egy kicsit túl lettek, hogy is mondjam, hangsúlyozva, szerintem nem kellett volna. Azért is érdekes, mert ugye lehet, hogy titok vagy nem titok, nem tudom, hogy Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke pár héttel ezelőtt köszönte meg, hogy az elmúlt 10 évben ugye a magyar súlyemelésért milyen komoly munkát végeztél, és hogy milyen jó irányban halad a magyar súlyemelés. Igen, ez fantasztikusan érdekes volt, mert valóban itt van a köszönő levele, vagy köszöntő levele a súlyemelőknek, ugye, hogy hát 2018-ban végeredményben az eltelt 10 év legjobb eredményét érték el a sportolóink, és ami a legfontosabb, 44 olimpiai sportágból a 8. helyen állunk jelen pillanatban. Szerintem az óriási teljesítmény. Most ahhoz valóban nem lehet viszonyítani, amit a földi imiék ugye csináltak abba az időszakban. Ahhoz képest a felnőttek ugye azok nem túl sokat produkálnak. Az utánpótlás viszont az kiváló. Van olyan kislányunk, aki most kint volt a világbajnokságon, előtte az ifjúságiak között 7 érmet szerzett, és most már kint van a felnőtt világbajnokságon, most fog menni majd a juniorra is, óriási lehetőségek vannak, és szerintem nagyon jók. Csodálkoztam is, mert az egyik sporttelevízióba megjelent itt egy nagyon kedves riportja, és itt a riport hevében elfelejtkezett erről a köszönő levélről és köszöntő levélről, amit még oda is írt, hogy feltétlenül hozzam a sportolóknak a tudomására, és hát ő ezzel ellentétesen nyilatkozott, mert már megszokta, hogy a súlyemelés azért nem olyan jó, és őt bántja, hogy a felnőttek nem annyira jók, és ugye ő az ifjúságiakkal, juniorokkal azért nem annyira foglalkozik. Hárman mentek ki, ugye végül is két hölgy és egy úriember. Ha lett volna egy harmadik hölgy is, most ő vele mi van, mit lehet hivatalosan elmondani, meg lehet-e nevezni, most hogy áll ez a helyzet, mert ugye van egy hölgy, akit ugye általában dopingvédségen értek, és ezért nem utazott ki. Igen, hát most már én úgy gondolom, hogy nincsen semmi titok, hiszen a IVF-nek a elnöke, ugye dr. Aján Tamás is megnevezte, dr. Tiszeker Ágnes is megnevezte, hogy kiről van szó, magát Krisztináról van szó végeredményben. Nem egy klasszikus doppingról van szó, tehát nem sztanozol, vagy valami ilyesmi, amivel általában meg szoktak bukni a versenyzők, hanem egy ilyen hormontartalmú készítmény lehetett, valami ilyesmivel van itt a probléma. Erről így konkrétan kapott a szövetség valamiféle tájékoztatást? Írásos tájékoztatást. Hogy mivel kaptunk, bukott meg? Így van, tehát ezt elmondta a televízióban is a dr. Tiszeker Ágnes, hogy hát pozitív a mintája végeredménybe, szintetikus szert találtak benne, ezt még nem tudni, hogy hogy került oda, mint került oda, még nincsen se B-próba, semmi nem történt az ég adt egy világon. Ami történt, mi azt megtettük, tehát olyan kérés volt, ugye, hogy hát a sportolónak, mit tudom én, az adatait adjuk meg, mióta, milyen engedélye van, sportorvosi engedélyt, minden ilyesmit, mi ezt megtettük,
és ezzel kapcsolatosan még semmit nem tettünk azon kül, hiszen nekünk nem is kell, mert hogyha lesz ezzel kapcsolatosan bármi nemű tárgyalás, a Magyar Súlyemelő Szövetség ebbe úgymond érintett, de mégsem érintett, mert nekünk semmi közünk nincsen hozzá, tehát ez sehol föl sem merült, hanem mi csak konzultációs jelleggel fogunk ezen részt venni. Tehát mi a döntéshozatalba sehol nem fogunk részt venni, mert nem lehet. Azért nem örültél ennek, még hogyha nem is konkrétan ti vagytok a hibások, hogy egy nem megfelelő anyagot, szert találtak. Ez számomra ez borzalmas csalódás. Én a Krisztinát mindig nagyon szerettem, már 2009-ben feltűnt itt a súlyemelés egénak, és azóta ő folyamatosan jól szerepel. Egy nagyon intelligens, képzett hölgyről van szó, egyszerűen én személy szerint megdöbbentem. Hogy mi lesz vele, továbbiakban nem is messze ezzel kapcsolatban semmit jósolni sem. Döntés nem a mi kezünkben van, itt a orvosoknak a kezében van, hogyha ugye ő tiltott szert szedett, akkor ez teljesen egyértelmű, őt a hatályos szabályok alapján felelősségre kell vonni, és ezt végeredményben majd a Magyar Antidoping Csoport elvégzi, hiszen ők tényleg kiválóan működnek. Jó, akkor azt majd a jövő erre majd választad. Előbb említett egy fiatal hölgyet, ez a 18 éves hölgy, ez Boros Viktória. Jó szerepelt akkor a világbajnokságon. Nem jól, fantasztikusan. Szerettem volna, hogyha ma este is itt ül mellettem, de hát ő szombathelyi. És azt mondta, hogy most utazik ki a junior Európa-bajnokságra, első éves junior, de ő neki nagyon fontos a mai edzés is, és hogyha lehetne, ő inkább edzene, és nem itt ülne mellettem. Úgyhogy ilyen a hozzáállása, kinn a világbajnokságon 6 jó gyakorlat, egyéni csúcs, mindent, amit csak lehetett, megtett. Akkor lehet róla azt már így fiatalon is megállapítani, hogy jó versenyző típus? Tehát aki majd, hogyha később, ha még jobban odaér a felnőttek között, akár dobogós helyezés is lehet tőle várni, nem fog megremegni a keze, tehát és jelen pillanatban ez jön le, hogy ő nem fog ettől most hidegrázást kapni, hogy most neki egy felnőtt világversenyen kell éppen súlyt emelni. Nem egy remegős típus. Nagyon jó versenyző típus. Arról nem beszélve, hogy kiváló edzője van ugye a Márkus Erzsébet, ugye olimpiai ezüstérmes, és itt egy olyan műhely van, hogy jobbnál jobb női sportolók vannak, hiszen most is a junior Európa-bajnokságra Szombathelyről 3 sportoló fog utazni. Akkor neki jót tett ez a világbajnokság. Nagyon, nagyon. És hát most komoly esélyes pontszerzésre, tehát én azt mondom, hogy ez a junior Európa-bajnokság, ez nagyon fontos lesz a versenyzőinknek, hiszen a felnőtt Európa-bajnokságon nem sok pontot szereztünk, nem is voltam megelégedve, de most a junioron és az ifjúsági Európa-bajnokságon szerintem ezt a versenyzőknek be kell hozni, mert nagyon erős csapatunk van, és hogyha ez ki fog jönni, akkor én nagyon boldog leszek. Másik hölgy, aki a világbajnokságon egy dobogóra lépett, Szurumi Tímea. Ő is, amit tett, az fantasztikus. Ő neki már ezt tavasszal meg kellett volna tenni, ez az eredmény tavasszal is simán benne volt, ezzel a kezdőfogással, amit most csinált szakításba, Las Vegasba kiesett. Ezzel az eredménnyel a Las Vegasi világkupát meg is nyerte volna. Mindig is mondom neki, hogy ide figyelj, hogyha ezt megnyerted volna, akkor még nagymama korodban is mesélhetnéd, hogy én Las Vegasba, amikor megnyertem a világkupát, az mindenkinek az megragadna a fejébe. Hát sajnos ez elmaradt, most viszont a világbajnokságon nagyon-nagyon jól szerepelt, és ezzel fenntartotta annak a lehetőségét, hogy esetleg az olimpiára is kijusson, bár ehhez óriási szerencse kell. Ugye sokan gondolom meggondolkodtak azon, és mérgelődtek is, hogy miért csak ilyen kevesen mennek ki a világbajnokságon a magyarok közül. De most egyre maradva a Viktóriánál és a Témiánál,
akiket kivittetek, azok viszont 6 jó gyakorlatot mutattak be úgy, hogy egyéni csúcsokat is megdöntöttek. Tehát magyarul a választás ezek szerint a lányoknál mindenképpen tökéletes volt. Ezzel én teljesen egyetértek, és ne felejtsük el, hogy Árva Szintia is utazott volna, aki ugye a tavalyi ifjúsági olimpián 4. helyezett lett volna. Hát ő tulajdonképpen tanulási szándékkal ment volna, tehát ő neki komoly esélyei nem voltak, de őnek is fenntartjuk az esélyt arra, hogyha véletlenül úgy alakul súlycsoportjába a helyzet, hogy akkor még ő is esetleg kijuthasson Tókióba. Erre nagyon-nagyon minimális az esély, de hát ő olyan eredményeket hozott a magyar súlyemelősportnak, hogy ő megérdemli. Ennek az érdekessége pontosan az, hogy én például a világbajnokságra azért nem utaztam most ki, hogy egyel több versenyző, pont az Árva Szintia utazhasson ki, csak ugye ő nem töltötte időben ezt a holléti igazolást, és így nem engedte rajthoz állni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség. Fiúknál egy induló volt, ugye, Nagy Péter, ólomsúlyban. A Péter sok sérülés, azt nem mondhatnám, hogy sérülés, hanem ilyen kisebb problémákkal küzdött, mert panaszkodott, hogy itt fáj, ott fáj, ez történt, az történt. Azért mi rögtön abban a pillanatban megrendeltük a legfontosabb vizsgálatokat. MRI vizsgálaton volt. Ebben nagyon érdekes, hogy különleges gépet kellett, hiszen egy nem kis súlyú versenyzőről van szó, és egy átlag MRI gépben nem fér be. És azért nagyon nehéz volt találni egy olyan gépet, ahol őt meg tudják vizsgálni. És óriási szerencsénk volt, hogy ezeket a problémákat az MRI vizsgálat nem mutatta ki. Uh-huh. Tehát semmiféle problémát nem tárt fel, míg ugyanebben az időszakban volt a magát Krisztina, ő nála ezt a sérülést, amiről a Krisztina panaszkodott, hogy hát előtte is sérül, ezt egyértelműen az MRI vizsgálat megerősítette. Na most ugye Péter kérdezték itt a világbajnokság után, hogy akkor most mi a helyzet, hogy van a szövetség elnökével, haragban vannak-e egymással, beszélnek-e egymással, haragba vagytok? Hát miért lennénk? Hát én ezt többször elmondtam, Péter az egyik legfontosabb versenyző. Mert ő úgy veszi, hogy ugye, hogy amit ők már leadtak májusban, hogy tervezetet, hogy hová mennének versenyezni, azt a szövetség nem vette figyelemben is. Hát itt ellene irányulnak a történetek. Jó, de hát ez nem teljesen így van. Figyelembe kell venni, hogy van egy kvalifikációs rendszer. A kvalifikációs rendszer az megfogalmazza, hogy hány versenyen kell részt venni, és melyik versenyen hány pontot lehet elérni, és milyen szorzó. Ugye a legfontosabb versenyek, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, azok egy-egyes szorzóval vannak, tehát hogyha most én a könnyebb számolásért azt mondom, hogy 400 kilót emelt a Péter összetettben, az 440-et ér. Van az ezüst kategóriás verseny, az 1.05-ös szorzó. Uh-huh. Nem ezek a pontos számok, csak ezt a könnyebb számításért mondom, mert Robi pontokban van megadva, ami teljesen más, az egy görbén alapul, de én ezt a könnyebb számításért mondom, és akkor az mondjuk a 400 kg 420-at ér, és hogyha elindul például egy bronz kategóriás, az annyit ér, amennyit ér. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy arany kategóriáson kell mindegyiken elindulni, és ott kell a lehető legjobb eredményt hozni. 6 aranykategóriás, nem? Nem, 4 aranykategóriás van. 6 versenyen el kell indulni. Jó, de 6-on kell elindulni, igen, de hát akkor így gond... 2 kiesik, tehát 2-t azt el lehet dobni. Tehát hiába indul kisebb kategóriás versenyeken, annak az eredménye úgysem fog oda beszámítani. Tehát én azért is mondtam a Péternek, hogy jó, hogy ő kigondolta, és szeretett volna ott lenni. Ezt én elhiszem. De ez milliós anyagi költségekkel jár, természetesen, ha nem dolgozzák... Ő erre azt mondta, hogy ő saját költségen is kiment volna, ha szólnak neki. Hát, de ez nem így működik. Hát ez előre meg kell tervezni, hogyha egy kvalifikációs világbajnokságon részt akarok venni, oda kell mindenféle indoklás. Tehát ezt le kell írni, hogy miben szolgálja ez az ő érdekét. Segíti a kvalifikációját. Ha nem segíti,
akkor miért kell kimenni, ha arra panaszkodik, hogy ő itt sérült volt, ott sérült volt, ez fájt, az fájt, nem voltam fölkészülve. Igen, ez egy kicsit furcsa, hogy akkor... ő is mondja, hogy a világbajnokság után mondta, hogy az elmúlt 6 hétben itten hátráltatva voltak sérülések, meg egyéb dolgok miatt. És hátráltatva volt, akkor hogy fér bele? Erről van szó, tehát ez megint csak egy kicsit érdekes dolog, és most például, amire ő is szeretett volna nagyon kimenni, ugye ez a San Marinói verseny. Előtte egy héttel volt a világbajnokság, hazajött hétvégén, és már előtte telefonált a szövetségbe, hát ez még ugye kicsit régebben volt, hogy ha nevezzük, akkor ő majd a személyautójával kíván kimenni San Marinóba. Na most az 2000 kilométer oda-vissza, egy héten belül van a verseny, mit lehet ott csinálni? Semmi értelme nem lett volna, nem tudott volna olyan teljesítményt hozni, amire szükség lett volna, és most ezen a héten, tehát a San Marino után egy héttel, azt hiszem, hogy megy Németországba, a Bundesligába versenyezni, azt követő héten megy Spanyolországba versenyezni, ezekhez mi mindhez hozzájárultunk, mi azoknál várjuk ugye a fontos írásbeli indoklást, ami a Magyar Súlyemelő Szövetségnek komoly gazdasági számításokat kell tenni, hiszen az nem úgy van, hogy kiutazok, annak vannak gazdasági oldalai, hogyha megalapozott, amit ők leírnak, akkor semmi akadálya nincs, mint hogy annak sincsen semmi akadálya, hogy ő a tatai edzőtáborba bármennyit edzőtáborozzon, ha edzőtáborozni szeretne Spanyolországba, azt is teljesítjük, tehát ő neki minden lehetőség adott, kivétel azok, ami nem indokolt. Uh-huh. Most hogy áll egyáltalán Nagy Péternek ki az tókai szereplése? Mennyire reális, hogy ki tud jutni az olimpiára? Szerintem nagyon jól áll. Ma elkészített a titkárság egy nagyon fontos listát, és azon kielemezték pontosan, hogy hogy áll. Itt Nagy Péter volt az első, ő neki az elemzése készült el, még a IVF-nek nincs meg a hivatalos elemzése, még nem kaptuk meg a szövetségi kapitánytól sem az elemzést, de hát nagyon kíváncsiak voltak benn a titkárságon, meg én is, és én kértem, hogy hát egy Excel táblázatba ezt gyűjtsük ki. És most jelen pillanatban a 14. helyen áll a Péter. 8 versenyző kijut az első 8 élből. És utána úgy van, hogy a legjobb európai. Na most itt ebbe az első 14-be vannak olyanok, akik egy kisebb súlycsoportba 109 kilóba érték el a jó Robi pontszámokat, tehát esetleg elindulhatnának itt is, de annak kicsi a valószínűsége. Tehát eleve kiesik két ember, és ketten maradnak. Van egy cseh versenyző, a Jirzsi Ország. Ő előzi meg a Pétert. Ha ő bekerül a legjobb 8-ba, már pedig erre komoly esély van, akkor abban a pillanatban a Péter előre lép, és a legjobb európai lesz, tehát ő is kijut Tókióra. Úgyhogy szerintem a Péternek, hogyha megcsinálja azt, amit ő simán tud, mert arra kell gondolni, 420-at emelt összességében Rióba, ha most is megcsinálja a Európa-bajnokságon, simán ott van Tókióba. És az megmondja, akkor melyik versenyen kell még neki elindulnia? Összesen 6-on kell, 4 aranykategóriás már megvan neki, de ő neki még javítani kell egy kicsit. Vagyis 3 arany van és 1 ezüst, bocsánat, és akkor még egy arany lesz ez az Európa-bajnokság, 1-1-es szorzóval, ami a legmagasabb, akkor kiesik neki az egyetlen egy ezüst kategória, és akkor ő a legnagyobb versenyeken indult. Ezt nem lehet semmiképpen akkor már fölül. Tulajdonképpen olimpiai kvalifikáció szempontjából már csak végülis egy versenye van? Igazából, ami nagyon számít, az az egy, az az Európa-bajnokság. De ezen kívül el kell neki indulni még legalább 1 vagy 2 versenyen. Uh-huh. Ugye most 4-nél tart, tehát 6-on mindenképpen igen, el kell indulni, de a szövetségi kapitány azt javasolta, hogy induljon el egy 7-en is, ne adj Isten a Európa-bajnokság előtt történik vele bármi, belázasodik igen, vagy valami, ott már nem kell neki jól szerepelni, mert ott, ha már bemérlegel és 0 pontot ér el, uh-huh, akkor is benne van a kvalifikációs uh-huh listában, és jól áll. Tehát, hogyha az a Jirzsi Ország bekerül a legjobb 8 közé, ami mondom nagyon várható, akkor a Péternek is ott a helye az olimpián. Jó. Tehát egy a lényeg, hogy mi laikusok is megnyugodjunk,
akkor tudjátok, hogy hol és melyik versenyen kell neki elindulni. Így van. És ezt ő is tudja. Én bízok benne, hogy ezt ő is bekalkulálja, ugye elsősorban ő a saját klubedzőjével dolgozik, de most én meghallgattam az Aján Tamás úrnak a javaslatát, hogy vonjunk be egy nagy tekintélyű külföldön dolgozó magyar edzőt is. Én azt mondom, hogy igen, szükség van rá, ő is tud újat mondani a Péternek, segíti a felkészülését, én azt hiszem, hogy ez sikerre fogja vinni a Pétert. Kiről van szó? Mondjam el. Hát, ha már szóba hoztad. Várjunk vele egy picit. Én már megbeszéltem vele személyesen, úgymond a szakmában mindenki tudja, mert tegnap előtt nem voltam az országos bajnokságunkon, a serdülő és ifjúsági bajnokságon, ott megbeszéltük, tehát mindenki látta és mindenki tudja, hogy kiről van szó. Péter is tudja? Péter nem volt ott, de az edzője ott volt, a klubedzője, és a klubedzője is beszélt már ezzel a újnak tekintett. Mindenki ismeri a szakmába, Péter is nagyon nagy tisztelettel van iránta, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz a kapcsolat, ebben én biztos vagyok. Tehát akkor magyarul új kapcsolat jön létre, hogy Péter körül, annak érdekében, hogy Péter érezze azt, hogy a szövetség igenis támogatja. Erről van szó. Mi mindent megteszünk, mindent megkap tőlünk, ugye sok helyen elhangzott, hogy milyen támogatásokat kap, ezt továbbra is biztosítjuk. Én mindent megteszek azért vállaltam ezt az új edzőt, és azért fogadtam el a dr. Aján Tamásnak az ajánlatát, hogy igenis a Pétert juttassuk ki az olimpiára, mert ő képes rá. Akkor miért érzi úgy, hogy kicsit ellene dolgozik a szövetség? Hát ezt én nem tudom. Lehet, hogy a körülötte állók esetleg mást mondanak neki, meg én nekem az a véleményem, hogy kicsit ő most egyedül maradt, mert nagyon sok fiatal van mellette, és kimaradt mellőle az a csapat, amelyik az előző két olimpiára kijuttatta, mert hiszen ugye mindenki tudja, hogy nem saját magától jutott ki, hanem volt mindig mellette egy hatfős csapat, és abból a hatfős csapatból, amelyik kijutott, az elnökség őt választotta ki. Most nincsenek körülötte. És ugye, szóval ott egy nagyon jó hangulat volt, egy nagyon jó összetartás, egy kis zrikálás, minden. És most azért egyedül kell neki készülni. Én azt hiszem, hogy az sokkal rosszabb, hogy ő most csupa fiatallal, úgymond gyerekekkel van körülvéve. És akkor nincs ideje megbeszélni. Semmit nem is tud, mert igazából ő más korosztály. Erről van szó, tehát óriási korosztálybeli különbségek. Gyurkovicsal hogy tartja a kapcsolatot? Hát a Gyurkovicsal végeredményben teljesen szakmai a kapcsolatuk, tehát a világbajnokságon versenyezteti a Feri, azon kívül a közvetlen felkészítésében nem vesz részt. Ezért kérdezem, hogy milyen kapcsolat? Nem vesz részt. Nagyon jól szerepeltek szerintem, ugye sokszor elmondtam Rióban. Addig volt egy olyan kapcsolat, hogy a Petrekanics Mátét bevonva nagyon komoly tudományos alapokra helyezték a fölkészülés. Számítógép, minden, madzagok lógtak ki a Péterből, sajnáltam is néha, és ez megszűnt, a Péter szeretett volna hagyományosabban fölkészülni, ezért választott másik edzőt, és akkor én megkértem a Ferit, hogy Feri, akkor te légy szíves, akkor az utánpótlással és a többi versenyzővel foglalkozzál elsősorban. És hát így ne vegyél részt se a magát, Krisztina, se a Nagy Péter úgymond felkészítésében, a Feri ezt elfogadta, ez megtörtént, és ennyi. Amúgy a világbajnokságon most is nagyon jól együtt dolgoztak. Zárásként, a Magyar Súlyemelő Szövetség megpályázta 2022-ben világbajnokságot rendezünk? Főiskolás világbajnokságot. Ma érkezett meg Lozánba a Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetség főtitkára. Mi megbízottunk dr. Muharai Árpád, már kim van Lozánban, holnap lesz a prezentáció, azaz kedden lesz a prezentáció, és meg fogjuk ezt tudni. A Magyar Államtitkárság támogatja, itt van a támogató levél, dr. Aján Tamás és a FISZ támogatja, hogy minden adott, én szerintem meg fogjuk kapni. Arról szól az egész, hogy 2022, vagy hogyha
lesz más jelentkező, akkor 2024. De a kettő közül választani fognak, és nagyon-nagyon jó anyagot tettünk le. Na hát akkor kis sport, diplomáciai siker is várható akkor. Szerintem ez biztos, hogy így lesz. Egy rendkívül felkészült társaság készítette ezt el, minden részletre kiterjedően, pontosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További sportosat.